Az elmúlt napokban néhány centiméteres jégréteg képződött Rábaközi bányatavakon, kanálisokon és egyéb vízfelületeken. Varga András bűnmegelőzési főelőadó felhívja a figyelmet, baleset veszélyes a jégre rálépni. Ez a téli időszakban a jégen tartózkásnak a szabályaira, meg ennek a veszélyeire mindig visszatérően fel kell hívni a figyelmet. Korábban is volt már erről szó, ennek a szabályairól, meg a veszélyeiről. Itt azt kell tudni ezzel kapcsolatban, ami alapszabály, hogy egy vízfelületen, illetve befagyott vízfelületen, tehát ilyen módon jégfelületen csak akkor szabad tartózkodni, hogyha azt arra a tevékenységre, jégen tartózkodásra, vagy akár sportolásra kijelölték. Tehát minden felületen, minden vízfelületen tilos tartózkodni egész addig, míg azt ki nem jelölik el a célra. Ezt ugye szakemberek teszik meg, oda mennek a jéghez, csinálnak egy próbavágást, megnézik, hogy a jég milyen vastag, milyen vastagra hízott, és hogyha ez eléri ezt a biztonságos vastagságot, ez mondjuk olyan minimum 8 cm, de csoportos tartózkodás esetén legalább 12 cm vastagnak kell lennie a jégnek, hogy azon biztonságosan lehessen tartózkodni. És akkor ezt a helyet kijelölik jégen tartózkodásra, és utána lehet ezen sportolni, hogyha ez már kellően biztonságos. Mindenképpen meg kell nézni a jégnek a felületét, hogy ez kellően kemény, nem latyakos, nem olvadt, nem ilyen esetleg repedezett, tehát hogy tényleg biztonságosan lehet rajta tartózkodni. Most viszont balesetveszélyesek. Jelen pillanatban igen, biztos, hogy nincs még a jég olyan vastagságú, hogy azon biztonságosan lehessen tartózkodni, meg még nem jelölték ki egyik felületet se itt a környéken, hogy lehessen rámenni a jégre, úgyhogy jelen pillanatban tilos. Ebben az esetben a rendőr látja, hogyha valaki ott éppen a jégen tartózkodik, vagy megpróbál rámenni. Ez elsősorban a gyerekeknél volt tapasztalata, hogy próbálkoznak, hogy lehet-e rajta csúszni, vagy éppen téglákat dobálni a jégre, játszani ott valamilyen formában, akkor mit tesz a rendőr? A rendőr azt látja, hogy valaki egy ilyen ki nem jelölt területen rámegy a jégre, ez egy szabálysértés, jégen tartózkodás szabályának a megszegése, ez mindenképpen szólni fog neki. És nem is az a lényeg, hogy ezért büntessen, lehet ezért ugye figyelmeztetni, helyszíni bírságolni vagy feljelentést alkalmazni, de nem ez a lényeg, hanem baleset megelőzési szempontból hívja fel a figyelmet és leküldi a jégről azt az embert, aki ott tartózkodik. Nehogy baleset történjen, mert ha beszakad alatta a jég és belekerül a hideg vízbe, akár becsúszik a jég alá, ott akár nagyon gyorsan életveszélyes helyzet is kialakulhat, nagyon legrosszabb esetben pedig akár halállal is végződhet, tehát egy nagyon komoly veszélyhelyzetet jelent ez, hogyha valaki nem tartja be ezeket a szabályokat. A közlekedés biztonságról is néhány szót. Mi a helyzet a gyalogátkelő helyeknél? Ugye téli időszak van, ilyenkor csúszósá válnak az utak, a fékút is megnőhet, figyelmetlenek is lehetnek az emberek ebben az időjárási helyzetben. Mit tapasztalnak? Visszatérő téma, és minden alkalommal igyekszünk megragadni a lehetőséget, és ezt súlykolni az embereknek, hogy a gyalogátkelőhelyek környékén hogy kell közlekedni. Hogy itt mindenki oldalról fontos az, hogy mindenki betartsa a rá vonatkozó szabályokat. Tehát mondjuk, ha valaki gyalogosan kezdik egy gyalogátkelő helyhez, és át akar haladni, akkor ő nem léphet le csak úgy, hogy neki ott elsőbsége van, és simán átgyalogol, hanem előtte neki meg kell győződni ennek a veszélytelenségéről, hogy ő biztonságosan át fog majd tudni haladni ezen a gyalogátkelő helyen. Meg kell állni előtte, körül kell nézni, balra, jobbra, aztán megint balra, meg kell győződni arról, hogy nem jön jármű, ami az ő átkelését veszélyeztetné. Ha pedig jön jármű, akkor meg kell nézni azt, hogy ez a jármű ez lelassít, megáll, jelez neki, hogy áttengedlek, menjél nyugodtan, és a másik irányból jövő járműt is meg kell nézni, hogy onnan is elengedik-e. Tehát ilyen módon erről meg kell győződni, és utána, hogyha mindez megvan, akkor szabad áthaladni a gyalogátkelő helyen. A gyalogátkelő helyen, ha az ember lelépett, akkor folyamatos haladással át kell haladni. Közben nem állhat meg. Volt erre példa, hogy valaki megállt csak viccesen cipőt kötni például a gyalogátkelő hely közepén, mondván, hogy neki ott elsőbsége van. Aztán volt olyan, amikor iskoláskorú gyerek lefeküdt a gyalogátkelő hely közepére, szerencsére nem jött arra felé jármű, és nem volt ilyen módon balesetveszélyes helyzet, de hát egy zebra közepén nem fekszünk le, hanem ott át kell haladni. Ezekre mind-mind fel kell hívni a figyelmet,
A másik része pedig, hogyha valaki járművel közelíti meg a zebrát, ő neki pedig úgy kell megközelíteni, hogy szükség esetén az elsőbség adási kötelezettségének eleget tudjon tenni. Tehát fokozott figyelemmel, csökkentett sebességgel le kell lassítani. Ha azt látja, hogy ott valaki át akar kelni, akkor neki le kell lassítani, meg kell állni, és a gyalogosnak, aki ott át akar haladni, elsőbséget kell adni.